A bácsfehérvári helyi közösség 15 tanácstagot számlál, azonban az eluralkodó hangulat miatt egyre kevesebben vettek részt a gyűléseken, míg az elmúlt 3 hónapban egyáltalán nem ült össze a tanács, így gyakorlatilag felbomlott működése. Most már 3,5 hónapja valójában nem volt gyűlésünk, de hát az utolsó 2 gyűlés próba az nem is jött össze. Hát ez mind annak a következménye, mind a hangulatnak a következménye. Egy óriási problémát hagytak ránk, hogy a helyi közösség titkárválasztásánál, hogy akik dolgoznak az irodában, most már nem tudnak magyarul. Tehát még azokat az elemi dolgokat csinálták, amit mondjuk elvárható erkölcsileg egy ilyen közösségben, ahol fele lakosság magyar. De hát ez mind nem volt elég. Még egy darabig megvolt a többségük. De utána, hogy elvesztek, nem is járnak ülésre, tehát nem lehet tartani, nem tarthatatlan az állapot. Miért tartsanak, hogy ništa nije radilo? Ja mogu da to dokumentujem. Nem igaz, hogy semmit nem csináltunk. Dokumentumokkal tudom bizonyítani. Kiküldtük a meghívókat, de nem jött el senki. 3 emberrel pedig nem tudok dolgozni. Mindig ugyanazok az emberek jöttek, és most valakinek eszébe jutott jönni, és azt mondani, hogy a tanács nem csinál semmit. A helyi közösség titkára már levélben is értesítette a községi képviselőtestület elnökét, hogy nevezzen ki egy ideiglenes testületet, és írja ki a rendkívüli helyi közösségi tanácsválasztást. Ennek a helyzetnek több megoldása lehet. Az egyik az, ami hát valójában mire utal is a beadvány, hogy új választásokat írjunk ki Földváron. Ennek sajnos ebben a pillanatban nincsenek meg a föltételei, mert végülis a tanács mint olyan létezik, tehát nem mondott le egyik tagja se, vagy pedig a többsége. Amennyiben nem sikerül más megoldásra jutni, még az év végéig kiírják a rendkívüli helyi közösségi tanácsválasztást.